A kormány 3 év alatt 4,6 milliárd forinttal támogatja a pécsi vasutas sportkört, azaz a PVSK-t. Létesítményekbe ruháznak be, építenek újakat is a 2019-es centenáriumára készülő klubnál, amely 12 szakosztályt működtet, és amelynek élén 28 éve áll a korábbi tájfutós Czerpán István. Hát az elnök urat kapcsoljuk, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, köszöntöm a Digi Sport nézőit. Elnök úr, nem jött üres kézzel a klubhoz a miniszterelnök úr? Ugye a látogatásnak köszönhető ez a jókora támogatás, vagy mondjuk van azért olyan szakosztályvezetőjük, aki a gazdasági minisztériumban államtitkár, szóval hogyan mosolyogott rá végre a szerencse a PVSK-ra? Ez egy hosszabb történet természetesen. Az elnökségünk 2 évvel ezelőtt elkezdte kidolgozni azt a fejlesztési tervet, ami mára jóváhagyásra került. Ez azt jelenti, hogy 2 éves komoly munkával tulajdonképpen sikerült megvalósítani az álmainkat. Azért beszélek álmokról, mert azért nyilván voltak kétségek abban, hogy ez sikerül-e. Hát bizony, ugye idén kapott állami kitüntetést, amit a PVSK-nak mint közösségnek tulajdonított. Azt mondta, hogy az a filozófiája, hogy nem panaszkodni kell és másokat szídni, hanem csinálni kell a dolgokat. Ugye annak mindig meg lesz az eredménye, most megvan. Mikor voltak a legnehezebb idők? Hát én, ha visszagondolok csak az én első elnökségemre, ugye 28 évről van szó, hát voltak kínos pillanatok bőven, de ha 98 évre gondolunk vissza, ismerve a klub történetét, hát sokszor rezgett a léc, viszont a nehézségeket mindig sikerült leküzdeni. Persze ez nem véletlen, mert én azt gondolom, hogy a PVSK-ben egy nagyon komoly közösség van, és a közösség az sok mindenen átsegít bennünket. Na most miután Pécsről sportügyekben most nem igazán jó hírek érkeznek, elsősorban a futballra gondolok, és tehát ugye vannak és voltak a városban gondok és viták, azt jól látom én, hogy most a PVSK azért kapja meg ezt a lehetőséget, mert azt érzékelik, hogy ebben a klubban megvan a folyamatosság, meg a stabilitás, tehát ide érdemes adni? Azt, hogy érdemes, abban egészen biztos vagyok, de abban is, hogy ez senki ellen nem irányult. A PVSK mindig igyekezett együttműködő partner lenni a város sportjába, ez most is így van, és hát azt is mondtam, hogy ilyenkor kell szerénynek lenni. Nyilván, hogy kicsit átrajzolja itt a helyzetet a városba ez a létesítményfejlesztés, de azt hiszem, hogy ezt a városi koncepcióba be kell illeszteni, és ezáltal hatékonyabban működhet a város sportja. Azt mondta, hogy szerénynek kell lenni, mert gondolom ilyenkor támadnak irigyei az embernek meg a klubnak, nem? Tehát amikor főként egy olyan helyzetben vagyunk, hogy vannak gazdasági nehézségei az önkormányzatnak meg a városnak, és akkor azt látják, hogy bezzeg a vasutasoknak meg milyen jó megy a szekér, vagy a vonat. Igen, ezt szerintem nem lehet megúszni, de ezzel talán olyan sokat nem kell törődni. Sokan vannak, akik örülnek, és azért azt is gondolom, hogy ez a klub megszolgálta ezt a fejlesztési lehetőséget. Hát igen, ahogy mondta, ugye az önvezetésével lassan 30 éve egy előre menekülésben vannak, és ez jellemzi ennek a klubnak a történetét. Ugye a kormányfői viziten ismertette Orbán Viktorral a fejlesztési elképzeléseket. A legfontosabb, a leglényegesebb elemeket azt kiemelni. Mit gondol, melyek voltak azok ebből, amelyek meggyőzték a kormányfőt? Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy koncepcióval és átfogó tervvel rendelkeztünk, és hát ez korábban nyilván már hosszú hónapokkal korábban elküldtük az elnök úrnak. Hogy felsoroljam a konkrét fejlesztéseket, atlétikapálya megújítása, 2002-ben adtuk át az atlétikapályánkat, a borítást most cserélni kellene, konkrétan ez a munka is mehet. Konkrét további fejlesztés, hogy van egy legendás stadionunk, ahol még annak idején játszott a Juventus vagy a Newcastle United, 20-22 ezer néző is látta a mérkőzéseket. Ez 1952-ben épült, tehát 65 évvel ezelőtt. Mára bátran lehet mondani, egy romhalmaz lett belőle. Ezt szeretnénk lebontani, ezt a stadiont. Én azt hiszem, hogy ez az egyik legnagyobb siker, hisz nagy helyet foglal, és hát a látványa nem éppen felemelő. Stadion nem épülne a helyére, viszont egy 800 fős lelátó az igen. Szeretnénk, hogyha egy komplexum épülne a judósaink, a ökölvívóink, labdarúgóink és az atlétáink részére. Ez egy munkacsarnokot jelent futófolyosóval, és ezáltal tulajdonképpen a centerpályával, két kis műfüves pályával az a 6,5 hektár, ami a PVSK tulajdonában van, a mi pályánk, a mi létesítményünk, ez teljes mértékben felújításra kerülne, és kiszolgálná a szakosztályainkat. Hát konkrétan ettől szó. Na most ugye miután a PVSK-ról a közvéleménynek talán leginkább a kosárlabda jut eszébe, ám azt is tudjuk, hogy a foci minden egyesület számára fontos, nagy zászlós hajó tud lenni. Ugye a csapat története során 3-szor is szerepelt az élvonalban, én emlékszem a gyerekkoromban mekkora szám volt az, amikor egy évben a PMFC és a PVSK is NB1-es futballcsapat volt. A PMFC kálváriája nyomán az nem fordult meg a fejekben, hogy ezt a dicsőmúltat a PVSK-nál kéne feléleszteni? Nem fordult meg, biztos vannak akiknek a fejébe igen. Mi azt gondoljuk, hogy tiszteljük a zászlóvivőt, a primátus szerintem a PMFC-nél van, illetve most konkrétan a PSNZRT-nél. Nyilván, hogy próbálunk minél többet hozzátenni a város labdarúgásához, ez leginkább az utánpótlás vonalon lehet, hisz jelenleg 20 csapatot működtetünk, és itt próbáljuk a színvonalat emelni. Büszkék vagyunk arra, hogy azért ebből a műhelyből válogatott labdarúgók sora került ki, és kerül ki most is, és e tekintetben én azt gondolom, hogy a PMFC-vel jelenleg is jó együttműködésben vagyunk, de igazából ez nincs reflektorfény előtt. Világos. Tehát akkor azt leszögezheti, hogy nem akarnak belépni erre a piacra, utánpótlással maradnak, és ugye szerényebben a hátsó régiókba. Akkor a kosárlabda a legfontosabb változatlanul? Most azt nem kérdezem, hogy van-e kedvenc szakosztálya egy elnöknek, meg hogy azoknak talán a tájékozódási futók-e? Én azt gondolom, mindig azokat kell legjobban támogatni, akik a legtöbbet akarnak. A kosarasainkra is természetesen nagyon büszkék vagyunk. Az elmúlt bajnokságban 6. helyen végeztünk, és éppen az utánpótlásunk is most érik be arra a szintre, hogy akár akadémiai szintre tud a szakmai munka minősülni vagy emelkedni, és hát a kosárlabdában komoly terveink vannak. Az anyagi helyzet ugye az nem a legrózsásabb, de a szerényebb költségvetésből nagyon hatékonyan dolgozunk, és az elmúlt 10 évben azért azt gondolom, hogy komoly sikereket értünk el. Ezek közül a 2009-ben bajnoki ezüstérem, magyar kupa győzelem, és azóta is a felsőházba szerepeltünk egy év kivételével. Komoly közönségünk van, nagyon szépen fölépítettük a vertikumot, és azt gondolom, hogy mind a kosárlabda sportban, mind a város sportjában e tekintetben jelentős szerepet játszunk. Arra is büszkék voltunk, hogy most az Európa-bajnokságon 5 olyan ember volt, aki Pécset játszott, vagy Pécset dolgozott, és hát azért az semmi, úgy gondolom, hogy Stojan Ivkovics pont nálunk fejezte be a játékos pályafutását, és az edzői karrierjét a PVSK-ba kezdte. Hát bizony, és ugye 2007 óta ő PVSK tiszteletbeli tag is. Itt a kosár területén nem lehetnek-e, hogy mondjam, párhuzamosságok, viták, konfliktusok a városba, hiszen van ugye egy Rátgéber Akadémia, tehát azt tudjuk, hogy ott azért elég komolyan megoszlanak az erők. Én ezt abszolút nem gondolnám, egy kicsit más is a filozófiánk. Ez a két lehetőség azt jelenti, hogy közel 1000 gyerek benne van a Pécset az utánpótlás képzés rendszerébe, és ez szerintem egy nagyon jó szám. Mi inkább itt a pécsi gyerekekre építünk, és szerintem a szülőknek és a gyerekeknek így városon belül nagyon jó, hogy van választási lehetőségük. Ez is hatékonyabbá teszi a munkát. Egyébként mi jobban a férfi szakágra koncentrálunk, míg a másik oldala jobban a női szakágra, és hát igazából komoly zökkenők nincsenek a munkában. Elnök úr, a végére értünk, még annyit hadd kérdezek, ugye 2019-ben centenárium, 100 éves lesz a klub. A legjobb, persze mindenféle ünnepségek azok szépek és jók, de egy bajnoki címmel, nem? Valamilyen bajnoki címmel ünnepelni az a legjobb. Igen, hát vannak terveink, több is. Minden esetre egy székvárosi ünnepet szeretnénk. 2019-ben minden szakosztályunknak szeretnénk, ha lenne egy kiemelt rendezvénye. Ezen kívül hát szerintem a városban azért olyan nagy meglepetést nem okozna, esetleg följutnánk az MB3-ba a labdarúgóinkkal, és dobogón végeznénk a kosárlabdázóinkkal. Én azt gondolom, a 100 évnek ez egy méltó megünneplése lenne 2019. augusztus 23-án. Jó munkát kívánok hozzá, köszönöm szépen, hogy velünk volt, viszontlátásra. Én is köszönöm szépen.